Nem értem, miért sír ki. Azt meg pláne nem, miért kell árulkodni. Csak játszottunk. Ennyi történt. Nem tettek róla, hogy rosszul esett, vagy valami hasonló. És arról sem, hogy nyámnyila. Felhorzsolta. Az is lehet, hogy egy kicsit vérzett. Miért kell ezért ekkora ricsaj csapni? Autóversenyzőset játszottunk, az út pedig kanyargott, dőlni kellett ide-oda, ő is dőlt, és neki is tetszett. Nem is kicsit. Együtt döltünk ide-oda. Aztán füsszagot éreztem. Kérdeztem, ő is érzi-e? Azt válaszolta, hogy ő nem érzi. Pedig erős füsszag van, mondtam újra. Ki kell ugrani a kocsiból? Kérdezte, milyen füsszagról beszélek? Kigyulladt az autó. Válaszoltam. Akkor történt. Nem akart kiugrani, pedig kellett. Egyre több füst volt mindenhol. Segítettem neki. Persze, hogy leugrottam mászókáról. Aztán én is leugrottam, hát égett az autó. Bénán érkezhetett, és akkor ütötte be. Nem láttam, csak hallottam, hogy nyöszörög, majd sír. Én jól ugrottam. És semmi bajom. Neki is ennyit kellett volna tennie. Miatta megint itt ülhetek a sarokban. Napközi időben, mert tanítás alatt nincs büntetés. Akkor csak felírják, hogy el ne felejtsék. Bár úgysem felejtik. A tanítónénik alig várják, hogy ott legyek. Délután mehetek büntetésbe. Leckeírás után vagy helyett. Megint jön Ági néni. Mikivel együtt jönnek. Büntetésben már békén szoktak hagyni. Na, most mit kell megbeszélni? Jön az újabb leszídás. Még ide sem érnek, Ági néni már nekem esik. Az a vádol, hogy szándékosan löktem ki a Mikit. Nézzem csak meg a térdét, hogy beütötte. Nézem a térdét. Nincs is ott sérülés. Csak egy-két horzsolás, de az nuku. A beütésből még semmi nem látszik. Pedig azért kerültem büntetésbe. Megint a semmiért vagyok itt. Azért, mert ő sem bírja a fájdalmat. Nézem a térdét, és nem válaszolok. Ha mondok valamit még rosszabb, jobb szó nélkül kivárni a végét. Most az következik, hogy a hallgatással semmit sem oldok meg, és kérjek azonnal a bocsánatot. Dehogy de kérek, nincs miért. A lába is eltörhetett volna, Hadonászik Áginéni, de nem tört el. Maradok csendben. Nem csak rossz vagy, de miattad kerülnek veszélybe az osztálytársaid. Ne, ezt már nem hagyom. Ez szemétség. Én mentettem meg az életét. Úgy mondom, hogy közben Ági néni nézek. Én mentettem meg a Miki életét. Neked elment az eszed, kiabál Ági néni. Nekem ugyan nem. Ági néninek ment el az esze, gondoltam magamban. Hát égett a kocsi. Próbálom meggyőzni. A Miki meg nem akart kiszállni. Én mentettem meg az életét. Hirtelen csend lesz. Ági néni először, ami néz, aztán rám. Mégis hogyan? Hát csak nem érti Áginéni. Kilöktem, nehogy bennégjen, ilyen válaszolom. Arról nem tehetek, hogy nem tud ugrani. Nincs válasz. A legtöbbször kiabál, de most csak meglepetten néz. Bámul és dülled a szeme. Megpróbál valamit mondani. Újra és újra neki kezd ránga szája, fújtat, de nem értem, mit szeretne. A keze is mozog, de csak ide-oda. Néha a felnőttek sem tudnak beszélni. Ha akarnak, akkor sem. Csak nyökögnek, ahogy Ági néni most. Aztán a Miki hangját hallom. Azt mondja, tényleg fűszag volt.